Mai vendégünk Turgonyi Zoltán filozófus, állandó vendégünk Bodor György atya, az Ugligeti Szent Család plébánia templom plébánosa, én Árai Szabó Gábor vagyok. Manapság állandóan jogokról hallunk, emberjogokról, olyan kötelezettségekről, amelyek az egyén irányába mutatnak, és itt van egy pár dolog, ami természetesen folyik a lényünkből, tehát az élethez való jogot senki nem kérdőjelezi meg, de amikor már arról van szó, hogy az alapjövedelemhez van-e elemi joga, elidegeníthetetlen joga valakinek, akkor már nagy viták vannak, és itt rendkívül fontos lesz az a kérdés és a válasz arra a kérdésre, hogy ki írja a jogot. Hát Turgonyi Zoltán természetjogállam című könyvében ezt a kérdést feszegeti, úgyhogy most erről fogunk beszélni, és az első kérdés, amit neki felteszek, hogy mit jelent a módszertani ateizmus, ami a könyvében fontos szerepet. Én is szeretettel köszöntöm a tisztelt hallgatókat, és akkor rögtön a kérdésre térve, ugye ezt a módszertani ateizmus lehet többféle értelemben, szorosabb és tágabb értelemben is használni. Bizonyos szempontból a kereszténység maga is ezt alkalmazza, ugye hát a katolikus és általában a keresztény gondolkodásban régóta elfogadott elv, ugye a concursus divinus, az isteni együttműködés elv, vagy azt jelenti, hogy Isten nem csak megteremti a világot, és nem csak létben tartja, hanem együtt is működik a teremtményekkel. Minden teremtményt annak a természete vagy lényege szerint mozgat. Tehát magyarán szólva egy közönséges, köznapi embernek, vagy egy természettudósnak közvetlenül nem Istennel van dolga, amikor a teremtményeknek a működését magyarázza, az evilági okokat tanulmányozza, ezek önmagukban bizonyos értelemben elegendőek a dolog működésének a magyarázatára, miközben egy másik síkon Isten, mint elsődleges ok is ezeket állandóan mozgatja egy más értelemben. Egy hasonlattal szemléltetve, ugye amikor egy író ír egy regényt, akkor abban a regényben minden egyes eseményt maga az író ír, ugyanakkor a regénybeli univerzumban nem az íróra hivatkoznak, amikor egy eseményt magyaráznak, hanem a regénynek a saját belső összefüggéseire, és a kettő egyszerre igaz két különböző síkon, így kell körülbelül elképzelni Isten és a világ viszonyát is e vonatkozásban. Tehát ilyen értelemben a kereszténység is használja ezt a módszertani ateizmust, viszont én egy ennél erősebb értelemben használom, abból kiindulva, hogy ez is benne van, de ennél többet mondok, tudnék, abból tudomásul veszem azt a korunkra kialakult nyugati szituációt, hogy nem evidens többé a nyugati átlagember számára Isten létezése. És miért? Azt kérdezni, hogy miért nem evidens? Hát egyszerűen úgy fogalmazhatnék, hogy túlkínálat van világnézetekből, tehát ugye annyiféle vallás és annyiféle különböző ateista irányzat van a nyugati világban egyszerre, hogy az átlagember tanástalan, és nem biztos, hogy rátalál a keresztény válaszra, és önhibája. Ezt a tényt a II. Vatikáni zsinat is elismeri, amikor arról beszél, hogy vannak önhibájukon kívül ateista emberek, tehát ilyen értelemben beszélek erről. Az egy külön kérdés, hogy az istenérveink azok mennyire meggyőzőek, és egy más műsor témája lehetne, arról beszélhetnénk külön, tehát érdekes volna, de most én egyszerűen a könyvemben adottnak veszem ezt a mai nyugati helyzetet, és ugye ebből kiindulva és vélelmezve az ateisták jó részének a büntelenségét, egy olyan közös nyelvet próbálok keresni, amelyen Istenre való és a kereszténységre való hivatkozás nélkül pusztán úgynevezett publikus érvekkel, amelyekhez nem kell semmiféle értelembe vett megtérés, ilyen érvekkel mit lehet elmondani az erkölcsről, nagyjából ezt vizsgálom ebben a könyvben, és akkor ugye ilyen értelemben Isten zárójelben hagyom, és a egyrészt ugye az evilági események magyarázatában sem hivatkozom Istenre, másrészt pedig az emberekkel szemben támasztható erkölcsi követelményekkel kapcsolatban sem hivatkozom Istenre és a vallásra. Tehát
majd bizonyos értelemben szaván fogom a liberalizmust, szaván fogom azt a posztmodern szituációt, amelyben vagyunk, és amelyben a nyugati ember számára többi nem evidens semmiféle objektív értékrend, és nem evidens a végső világnézeti kérdésekre adható válasz sem. És egy ilyen, és a, ugye tulajdonképpen épp ez bizonyos értelemben ez a szellemi háttere magának a liberalizmusnak, épp ettől van pluralizmus, erre lehet hivatkozni, hogy mivel a végső kérdések eldönthetetlenek, ezért ugye mindenki kövesse a maga világnézetét és értékrendjét. Tehát ugye, ha ezt elfogadjuk, mint hátteret, ebből mi következik, és ugye a liberalizmust ilyen értelemben szaván fogva megpróbál megnézni, hogy a liberalizmus által az e szituációra adott válasz következetes-e vagy sem, és hát megpróbálom azt kimutatni, hogy nem következetes, és tulajdonképpen a liberalizmus saját előfeltevései alapján sem juthat el azokra a következtetésekre, amelyeket ma látunk a nyugati világban, hanem más. Ez egy érdekes módszer. Hát tulajdonképpen igen, de így hát is meg igazán egy párbeszéd lehetősége, mert a ateistákkal csak a erkölcsről lehet közös így nevezőt. Így van, pontosan, pontosan. Igen, így van, így van, igen, igen. Így van, igen, 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 igen. Pontosan, pontosan. Erről van szó, igen. Fontos az ellentmondásokra rámutatni, és azt hiszem, hogy ezek következnek most a beszélgetésben, tehát a liberális gondolkodás ellentmondásairól, illetve tarthatatlanságára. És a keresztényeknek van egy biztos fokozójuk, úgy gondolom, ez pedig a természetjog. Miben is áll ez? Hát ez egy régi, és bizonyos szempontból a kereszténységtől függetlenül már a görög-római gondolkodásban is kialakult felfogás. Nagyon sokféle irányzata van persze. Ennek egészen leegyszerűsítve az a lényege, hogy létezik egy örökérvényű, iratlan, a valóságos, konkrét társadalmaknak a jogrendjétől és erkölcsi rendjétől és a koroktól és egyebektől független örök iratlan normarendszer, amely azért viseli a természetjog nevet, vagy természetes erkölcsi törvény nevet, hogy ezt a két kifejezést én szinonimáként használom, nem minden szerző teszi így, de én most maradjunk ennél, hogy ezt azonos értelembe veszem ezt a két kifejezést. Tehát van egy természetes erkölcsi törvény, amely azért természetes, mert az emberi természetnek, az ember lényegének felel meg, és egy másik értelemben én már a keresztény szóhasználat szerint azért is természetes, mert nem tételezi fel a természet feletti tudásunkat, nem kell hozzá kinyilatkoztatás, az ember képes felismeri természetes eszénél fogva is ennek a... Így van, bár itt többről van szó, mint ösztönökről. Valóban részben ugye spontán módon követünk bizonyos normákat, de azért van szerepe a tudatos reflexiónak is. Tehát ugye a mai gazdagságában az erkölcsnek azért van szerepe annak is, hogy tudatosan odafigyeltünk és tovább gondoltunk dolgokat, tehát nem arról van szó, hogy pusztán ösztönösen. Ez is egy része ennek, kétségkívül, de tovább gondoljuk és tovább fejlesztjük. Igen. 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 De meg az életet sem lehet most már csak ösztönösen, tehát egy nagyon tudatos, megtervezett életet kell élni a mai világban az embernek. Így van, igen, igen. Kellene. Igen, ez ebben igazad. Na most akkor nem tudom, még beszéljek a természetjogra egy pár szót, tehát ugye azt szeretném hangsúlyozni, hogy mi az, amiben ugye tűnik tulajdonképpen látszólag, ugye az emberi természetnek vannak bizonyos szükségletei, amelyeket mindenképpen ki kell elégítenünk, ugye nyilván kell lét és fajfenntartás, és hát ezen túlmenően persze van egy csomó sajátosan emberi tevékenységünk, ugye, mit tudom, például művészet, tudomány, stb. Tehát itt nem arról van szó, hogy pusztán biológiai síkon vegetáljunk, hanem ugye sajátosan emberi szükségletek és ennek megfelelő tevékenységek történjenek. Na most, ez viszont ugye egy történelmileg kibontakozó dolog, ennek az egésznek a gazdagsága és a mai bonyolultsága és komplexitása. Tehát lényegében ugye ennek az egésznek a kulcsa az, hogy az ember
olyan értelemben társas lény, hogy csak társadalomban képes igazán emberré válni, tehát és ugye kultúrát épít maga köré, ugye egy csomó mindent, amit az ember létrehoz, az túléli őt, ugye egy tág értelemben vett tárgyi formában, tehát nem csak a fizikai tárgyakra gondolok itt, hanem a nyelvre, a szokásokra, a normákra, stb. Tehát az ember, és ezeknek az összességét nevezem én kultúrának. Na most, az ember mindig beleszületik egy már kialakult kultúrába, amit aztán tovább fejleszt, és ha ez a tárgyiasult kultúra ez nem létezne, akkor ugye minden, akkor nem volna fejlődés. Na most ez a tényező, ez külön hangsúlyozza azt, hogy az ember már csak ezért is szükségképpen társas lény és társadalomra szoruló lény. Tehát a társadalom, mint ilyen fenntartása és továbbvitele és gazdagítása, az is része az emberi természetnek. Na most ugye ezzel összefüggésben van egy csomó olyan norma, amely az embert arra teszi alkalmassá, hogy társadalomban éljen, ugye hát nyilván a öléstilalomtól kezdve a lopástilalmáig és a hazugságtilalmáig egy csomó olyan dolog van, ami nélkül nem tudna a legelemibb közösség sem működni. Na most itt van a lényegi különbség a klasszikus természetjogi felfogás és a mai liberális felfogás között. Tudnélik, ugye a liberalizmus itt meg is áll, tulajdonképpen ugye az úgynevezett kárelvet, ugye a John Stuart Mill-féle Harm Principle, kárelv, ezt tekinti némileg leegyszerűsítve a szinte egyetlen erkölcsi közelességnek, mert majd azt mondja, az egyén mindent megtehet, amíg más egyénnek nem okoz kárt, ilyen értelemben, hogy nem rabolja ki, nem csapja be, stb. Jelen. Erről van szó, tehát magyarán szólva tulajdonképpen a liberalizmus beéri azzal, hogy az egyén hagyjon békén másokat, és amíg más egyént nek nem okoz kárt, addig azt csinál a saját életével, amit akar. Igen ám, de van egy csomó olyan viselkedés formánk, amely közvetlenül egyetlen más embernek, más egyénnek se okoz kárt, ugyanakkor, ha túl sok ember így él, akkor a társadalom egészének a jövőjét fenyegeti. Egy egész egyszerű példa, hogyha egy férfi és egy nő olyan kapcsolatban él egymással, hogy a szexualitást kizárólag örömforrásnak fogják fel, és tudatosan és szándékosan lemondanak a családalapításról és a gyermekáldásról, akkor ezzel egyetlen konkrét embernek se okoznak kárt, de mégis, ha túl sokan élnek így, akkor ugye elfogyunk nyilvánvalóan. Tehát ez egy jó példa arra, hogy a kárelvvel nem lehet kiszűrni minden egyes olyan magatartást, ami az emberi természetnek az ártalmára van. Magyarán szólva, ugye a kárelvet ki kell egészíteni egy olyan erkölcsi normarendszer, olyan erkölcsi normákkal, amelyek a társadalom mint ilyen fenntartását és gazdagodását és fejlődését biztosítják. Igen? Csak egy kis beszúrás, itt igen? Elhangzott a kultúrkör. Régebben mondtuk, hogy keresztény kultúrkörben él Európa. Igen. Ez most már teljesen megszűnt. Most minek lehet nevezni azt a kultúrkört, amiben mi itt Európában élünk? Hát... Hát azért ez még nyomaiban keresztény, tehát egyszerűen az értetőség kedvéért nevezhetjük kereszténynek, mert azért arra épül, és ki se alakulhatott volna abban a formában, amilyenné ma lett, hogyha nincs a kereszténység szerintem. Tehát ugye az, hogy a nyugati modernitás kialakult, és tudomány és technikai fejlődés a mai szintet elérte, az például nagy részben annak köszönhető, hogy a kereszténység az anyagi világot pozitívan értékeli, fontosnak tekinti a megismerését, és ugye az előbb említett módszertani ateizmus is nagyon sok szempontból ehhez hozzá, és a kereszténység ezt ugye képviselte, tehát az, hogy nem közvetlen Istenre hivatkozunk, amikor a jelenséget megmagyarázunk, hanem az evilági okokat keressük, ez azért nem kis részben segítette a nyugati fejlődést, tehát ilyen értelemben azért a nyugati világ az a kereszténységnek a szülötte is, nyilván vannak más gyökere is, tehát nevezhetjük ezt kereszténynek. Ez így van, na de ugye hát
Ugyanakkor a könyvemben is többé-kevésbé erről van szó, meg hát más írásaimban is, hogy a nyugat, ugye az előbb említett hát problémára visszatérve, ugye a hagyományos, a kereszténység által is képviselt természetjog, az pontosan ezt képviselte, hogy az egyének egymással való viszonyán túlmenően a társadalom mint ilyen túlélését segítő normák is szükségesek. Most a liberalizmus ezt elvetette, de ezzel önmagát is alá fogja ásni, tudnilik, hogyha ez a dolog így működik, hogy csak a kár elvet vesz figyelembe, akkor előbb-utóbb elfogyunk, és a liberalizmusnak magának se lesznek alanyai, tehát a szabad döntésnek, a szabad életforma választásnak nem lesznek többi alanyai, ha nem születnek emberek, tehát önmagát ássa alá, hogyha... A belgi percben kénytelen volt visszanyúlni, akkor már eléggé liberális világfelfogás a természetjoghoz, mert a náci vezéreket nem lehetett elítélni a saját törvényei szerint, és azok alapján, ugye, és ezért kénytelen voltak a természetjoghoz visszanyúlni, azóta ezt elhallgattuk. Igen, hát tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem is nagyon ismeri a mai átlagember már ezt a kifejezést, hogy természetjog, hogyha az utcán megkérdeznénk embereket, akkor szerintem 10-ből 9-nek fogalma se lenne róla, sőt, akkor még optimista voltam. De hát valóban ehhez kell visszatérni olyan értelemben, hogy legyen egy egységes és észérvekkel védhető, és ugye éppen még a módszertani ateizmust elfogadva is védhető normarendszer, mert azt szerintem egy liberális is beláthatja, hogy saját magát ássa alá a liberalizmus, hogyha elfogynak az emberek, nem születnek többi alanyai a szabad választásnak. Plusz ugye ahhoz, hogy legyen életformáknak egy gazdag készlete, tehát hogy legyen miből választani életformáknak, ahogy egy virágzó gazdag kultúra kell, és egy ugyanolyan virágzó gazdasági háttér, márpedig az is, hogyha azt mondjuk, hogy ha valaki elhanyagolja mondjuk az értelmi erényeit, és nem fejleszti azokat, és nem vesz részt mondjuk a tudomány, vagy a gazdaság, vagy a kultúra működtetésében, ezzel megint az egyén nem árt egyetlen más egyénnek sem, de hát ha sokan döntenek így, akkor barbarizálódik a társadalom, tehát megint csak nem lesz életforma választék, ahonnan a liberális választhatna magának életformát, tehát ilyen értelemben is önmagát ássa alá. Magyarul a teizmus nélkül ateizmus sem létezik. Hát ez egy másik kérdés, de tulajdonképpen olyan értelemben igaz, hogy az ateizmus abban a formában, ahogy ma ismerjük, egy kereszténység utáni jelenség, tehát ezt szokták mondani mások is, és ugye azt hiszem, hogy Antal József mondta azt még ezelőtt, hát jó régen persze, hogy a nyugati világban még az ateisták is keresztények, azt hiszem, hogy ez valahogy így hangzott el. Hát igen, ez egy... Hát igen. Viszont az világos, hogy csak akkor tudunk valamiféle jogot megszerkeszteni, azt hiszem, ez teljesen logikus érv, ha van közös cél. Márpedig az emberiségnek, ahogy egy írásodban is leírtad, én abból vettem, nyilván a könyvedben is szerepel, egy közös cél mindenképpen kell, hogy legyen a civilizáció fenntartása. Pontosan így. Erre építenünk rá mindenféle jogrendszer. Igen, erről van szó. Ez egyik központi gondolata a könyvemnek, hogy ugye, ha elfogadjuk hogy Isten zárójelbe tételét és a módszertani ateizmust, még akkor is annyi közös nevezőnk marad, hogy alig, ha van olyan ember, nyilván vannak, persze mindenféle van, de mondjuk a nagy többség az nyilván evidenciának veszi azt, hogy fenn kell tartanunk az emberiségnek a létezését, méghozzá emberi módon. Leszámítva egy-két örültet, akikből egyre több van sajnos, például a mély zöldek, a haragos zöldek, azok úgy gondolják, hogy az ember kín a földnek, tehát jobb lenne ember nélkül. Igen, valóban vannak ilyenek, hát van is egy mozgalom Amerikában, például a Human Extinction Movement, Voluntary Human Extinction Movement, az önkéntes ember kiirtási mozgalom, ez pontosan ilyen meggondolásokból teszi, amit tesz, hogy ugye a jelszava az, hogy éljünk jól és halljunk ki, tehát magyarul szólva ne szaporodjunk, mert valóban ugye a bioszférának, hát igen, és ugye ennek az egyik
indoka, hogy hát a bioszféra jobban járna, hogyha mi nem volnánk. Csak ugye a kérdés az, hogy a bioszféra az, hogy az emberen kívüli élőinek nem érzékelik a bioszférának a gyengét és szépségét, ez egy emberi tapasztalat. Tehát nélkülünk ki az, aki, hogyha Istent nem tekintjük léteznek, akkor ki az, aki értékelni és élvezni azt a szépséget, hogyha nincs ember. Így van, igen. Na most az a helyzet, hogy a háború után azért mégiscsak volt egy kísérlet arra, hogy valamiféle egységes jogrendszert alakítsanak ki, és így született az egyetemi jogok egyetemes nyilatkozata, amiben egy keresztény filozófus Marittán is részt vett, így és van. Azt gondolnánk, hogy hát ez tökéletes, mert az emberek megállnak. Igen, valóban Marittán is részt vett, de hát nem egyedül, ugye hát mindenféle vallású és világnézetű emberek együtt működtek annak idején, és éppen ebből adódott a probléma, amelyről Marittán is több művében említést tesz, hogy ugye az ott egybegyűlt különböző tudósok és hát jogászok és mindenféle egyéb szakemberek úgy nyilatkoztak, hogy az emberi jogokban gyakorlatilag egyetértenek valamennyien, de az indoklás különböző. Tehát van, aki a keresztény szemléletére hivatkozva tartotta ezeket a jogokat helyeseknek, van, aki egy ateista, humanista alapon, és így tovább. Tehát ugye úgy látszott, hogy és akkor épp ezért azt mondták, hogy akkor maradjunk ennyiben, örüljünk annak, hogy a gyakorlati részében egyetértünk az egésznek, és mindenki a saját világ szemlélete alapján vezesse le magának ezeket a jogokat. Igen ám, csak ugye már akkor is látható lehetett volna, hogy ez nem egészen ilyen egyszerű, mert van egy sereg olyan elv az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában, amelyek nem egyaránt következnek minden világnézetből. Például nyilvánvaló, hogy a nemek közötti egyenjogúság vagy a vallási diszkrimináció tilalma az nem vezethető le minden egyes világnézetből ugyanúgy. Hát például igen, tehát... A hat kötelezettség, nem tudom, hogy ez mennyire emberi dolog, a másik pedig az adófizetési kötelezettség. Na most hát magában ebben a nyilatkozatban ezek így nincsenek népszerint megemlítve, ott annyi van, hogy a vége felé, az utolsó előtti pontban, ha jól emlékszem, van egy olyan, hogy az egyének vannak kötelességei a közösség iránt, amelyhez tartozik, de semmiféle konkrétabb dolgot nem adnak. Tehát valóban a kötelességeket elhanyagolják, pedig hát tulajdonképpen, ha jól belegondolunk, logikailag a kötelességek az elsődlegesek, ugye így van, és én magam is úgy határozom meg a jogot, hogy ebben a cikkemben is, meg hát korábbi írásaimban is, hogy akkor van jogom X magatartásra, ahol X lehet egy tényleges cselekvés, vagy valaminek az élvezete, vagy birtoklása is, hogyha nekem nem kötelességem tartózkodni X-től, és másoknak kötelességük engem X gyakorlásában támogatni. Tehát ugye a jogokat a kötelességek alapján határozom, meg kötelességek és kötelesség hiányok kombinációiként, tehát már logikailag is előbb ezt kell meghatározni, hogy mik a kötelességek. Bocsánat. Elhangzott az előbb, hogy a cél a civilizáció fenntartása. Mi az, hogy civilizáció? Tehát most itt mit ért ez alatt, hogy a civilizáció fenntartása? Tehát, mert ezt is többféle módon lehet megközelíteni. Hát egész általánosabban azt, amit előbb már mondtam, tehát, hogy az emberi létezés fenntartása emberi módon, tehát nem a puszta lét és faj fenntartás szintjén, hanem sajátosan emberi tevékenységek végzése, tehát mondtam példának a művészetet, a tudományt, a vallást mondhattam volna, tehát tulajdonképpen a sajátosan emberi tevékenységek fenntartása és további gazdagítása, és mindezt úgy, hogy közben racionális kontroll gyakorlunk a természet felett, tehát ugye ebben benne van például a környezetvédelem is, tehát nyilvánvaló, hogy nem kizsigerelni kell a természeti adottságokat és feltételeket, hanem úgy használni, hogy ezek meg. Próbálom így keresztény módon, tehát értékek teremtése? Értékek teremtése és követése, igen. Ez... És akkor itt
azt is meg fogom kérdezni, hogy ki diktálta. Igen. Már egy téma, egy dolog biztos, hogy a férfi és a nő egyenjogúsága például az iszlámban messze nem olyan súlyal szerepel, mint mondjuk a kereszténységben. Hát a kereszténységben is változott azért a történelem során ennek a tényleges megítélése, azért azt nem szabad tagadnunk, meg hát mind ez egy, tehát épp itt ez egy fontos dolog, hogy van fejlődés ebben az egészben, és ugye hogy, ténylegesen azt kell mondani, tehát valóban a klasszikus természetjog elmélet az úgy fogalmazott, ugye akár a Szent Tamás vagy mások is, hogy ezek örökérvényű tértől és időtől függetlenül létező egyetemes normák, a természetjognak a normái, és ezeket minden épelméjű felnőtt ember megismeri előbb-utóbb. Igen, nem csak aztán szembesült az európai ember azzal, főleg ugye az újkorban, amikor hát a felfedezések nyomán megismertünk mindenféle más kultúrákat is, de hát már tudtuk azért, az ókort is azért valamennyire ismerte a középkori ember, és tudta azt, hogy például ótestamentumi zsidóságnál volt több nevűség, stb. Tehát azért tudatában volt ennek valamilyen szinten már nyugati ember régen is, de különösen az újkorban, ugye amikor szembesült teljesen más nem keresztény kultúrákkal egész közelről, akkor döbbentünk rá arra, hogy az általunk egyértelműnek és öröknek és változatlannak hit normák korán sem érvényesek mindenhol. Na most ugye felismerésre két lehetséges válasz, vagy sőt több lehetséges válasz is van. Az egyik az, hogy azt mondjuk, hogy ezek a kultúrák mind bűnösek, mert felismerték ugyan a helyes igazságot, de nem követik. Ugye ez elég kényelmetlen megoldás, mert akkor több ezer éve működő keleti és egyéb kultúrákat kell úgy kollektíve bűnösnek mondani, ami nem... Igen, arról is majd mindjárt beszélek, de itt ez az egyik lehetőség. A másik válasz pedig az, hogy azt mondjuk, hogy akkor nincs természetjog, akkor mondjuk le arról, hogy egyetemes normák vannak. Most a harmadik lehetőséget éppen Maritain képviselt, akiről előbb is beszéltünk már. Ő azt mondja, hogy tulajdonképpen külön kell választani a természetes erkölcsi törvényben egy ontológiai, egy lételméleti és egy ismeretelméleti oldalt. Egyfelől ugye öröktől fogva igaz az, hogy az emberi természethez ilyen és ilyen normák illenek a legjobban, viszont másfelől ezeknek a felismerése egy történelmi folyamat keretében, egyfajta kulturális evolúció keretében, tehát próbálkozik minden közösség különböző normákkal, és akkor ezek szelektálódnak, és ugye azok maradnak fenn, amelyek ugye a közösség működtetését segítik. 500 éve egy törököt levágni, az dicsőség volt, ugye a légvágyvítélet így megütették volna, kicsitették érte. Így van. Azért már a legelszántabb ellenségünket sem akarjuk. Igen, hát mondjuk itt akkor kéne az igazságos háború kérdéséről is beszélnünk, de ez egy nagyon külön téma lehetne, igen, de szóval azért egy bonyolult... Persze, erről csak van szó. Csak nem értem manapság az, hogy most mi számít védekezőnek, vagy... De azért abban nagyban megjegyezhetünk, hogy a gyilkosság korábban, csak akkor nevezték gyilkosságnak ezt a tettet, hogyha a saját törzsén, saját nemzetén belül esett meg. Valamikor régen persze, de azért már a végvári harcok korában azért már a nyugati világban már volt természetjogi felfogás, tehát akkor már azért azzal is foglalkoztak, például nagyjából ugyanekkor, hogy például az amerikai indiánoknak a jogai milyenek, és hogy szabad-e őket rabszolgálatba tenni, tehát azért foglalkoztak ezzel a kérdéssel, akkor már természetjogások. Persze, tehát azért akkor már volt egy, legalábbis a nyugati világban megvolt már az egyetemes értékeknek a tudata, tehát azért akkor már nem mondták azt, hogy mindenki idegent meg lehetne valami, tehát nem volt már szó akkor. És akkor fölmerül az a kérdés, és itt látjuk, hogy van egy történeti fejlődés, ami ki igen teszik a munkásságokból, és ugyanakkor pedig hát emberek állították össze az egyetemes emberi jogok nyilatkozatát a háború után, akkor ugye a főnökök, az szovjet, főleg Amerika és Nyugat-Európa volt, tehát ők diktálták a tempót, ők határozták meg, hogy
mi az, ami jog, és kell-e kötelesség, vagy nem kell kötelesség. Ebben nem szóltak bele se a kínaiak, se a hinduk, se mások. Tehát akkor az a kérdés merült most föl, hogy ki határozza meg, hogy mi kerül az emberi jogok egyetemes nyilatkozatába. Hát, na most erre azt tudom mondani, hogy a nyilatkozat abban a formában, ahogy 1948-ban megfogalmazták, az még tulajdonképpen nem tartalmazott olyasmit, ami keresztény szempontból ne lett volna elfogadható, amennyire, jó, nyilván persze egy csomó részletbe bele lehetne menni most, de nagyjából egészében azért, hát ugye már csak azért is, mert Maritain és hasonló személyiségek is jelen voltak a születésénél, tehát ugye azért ez garancia volt arra, hogy nagyon nem megy el rossz irányba. Inkább az, hogy kevés. Tehát az a probléma, hogy nem, hogy igazából csak az egyén jogaira koncentrált, és ugye arra nem, hogy a civilizáció mint olyan tartós túlélését biztosítsák. Na igen, itt van a probléma, hogy most már mindent jognak neveznek, és ugye most már beszélnek az abortuszhoz való jogról, meg hasonlókról, tehát mint emberi jogról, nyilván ezek túlzások, és hát ez, de most igen, éppen itt jön be a kérdés, és ugye az a bizonyos elv, amit előbb mondtam, hogy ezért kell előbb tisztázni a kötelességeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy működjék a civilizáció, és utána, mikor ezt tisztáztuk, akkor látjuk, hogy mekkora mozgástér marad az emberi, az egyén szabadságának. Tehát először azt kell leszögeznünk, hogy ez, ja, feltétlenül kötelező ahhoz, hogy egyáltalán fennmaradjon az emberiség emberi formában, és utána jön a jogok mozgástere. Tehát ugye ezt szerintem nem végezte el a nyugati világ, ezt a munkát. De mi lenne az a közeg, mert akkor a nagyhatalmak befolyására hozták meg ezeket a jogokat. Most van-e ilyen közeg, ahol ezt egyáltalán meg lehetne teremteni? Ez egy jó kérdés, igen. Én is sajnos e tekintetben szkeptikus vagyok, mert a jelenlegi nyugati politikai vezetés az nem hiszem, hogy egyáltalán tudatában van ennek az egész problémának. Tehát egyszerűen evidenciának tekint bizonyos alapértékeket, mint egyenlőség, szabadság, stb. Anélkül, hogy végig gondolnak ezek hova vezetnek, abban a formában, ahogy most tisztelik őket. Még egyet kérdeznék, hogy ugyanakkor, mint Maritain, az meghatározója volt ennek a szellemi gondolkodásnak. Manapság tudunk-e olyan keresztény, nagy filozófus nevet, vagy akárkit mondani, aki így meghatározhatná azt a keresztény nyugati gondolkodást? Hát vannak azért jelentős azok, gondolkodók, ugye hát például mondhatnám John Finnisnek a nevét, ugye egy ausztrál születésű, de hát az egész angolszász világban otthon lévő katolikus szerző, mondjuk tulajdonképpen ő talán a legjelentősebb természetjogi gondolkodó. Tehát van... Molnár Tamás, ő egy ja, akkor már beszéljük róla, és jó, rendben van. Molnár Tamás, ugye ő hát nemrég, egy kb. 11 éve halt meg, ha jól számolok, és hát ő tulajdonképpen, hát lehetne őt is mondani, és ő valóban épp az angolszász világban elég ismert volt, legalábbis konzervatív körökben. Mondjuk ő nem egy klasszikus, nem... Amikor természetjogi gondolkodókra gondolunk, akkor nem elsősorban ő jutna eszembe, de kétség kívül ugye nem volt idegen tőle se ez a felfogás. Van egy csoport, mondhatnám, hogy érdekcsoport, akik viszont nagyon tudatosan és szisztematikusan óriási szellemi potenciálra felszerelkezve dolgoznak a jog pozitivizmus előretörésén, és építik ki a saját rendszerüket. Ugye volt ilyen Magyarországon is, amikor úgy gondolták, hogy az alkotmánybíróság az a láthatatlan alkotmánynak a legvéleményese, és az alkotmánybíróságon belül 9 ember fogja meghatározni, hogy Magyarországon mi legyen jog, mi ne legyen jog. Tehát azért ők biztos, hogy tudatában vannak annak, hogy szeretnék azt, hogy ők egyértelmű elfogadhatást nyerjenek a közvéleményben. Hát most Magyarország és a nyugat többi része az két külön dolog. Nálunk szerintem Magyarországon a
jelenleg, hál' Istennek, többé-kevésbé jól mennek a dolgok e téren, tehát ez itt inkább a nyugati világ többi részével van baj. Tehát ugye Magyarországon azért szerintem érvényesül az a bizonyos felfogás, amelyet előbb jellemeztem, tehát hogy nem elég az, hogyha az egyének egymást nem bántják, nem okoznak kárt egymásnak az egyének, hanem a társadalom, mint ilyen túlélését is valamilyen módon kell biztosítani. Szerintem ma egy olyan felfogás uralkodik, nem? Ugye gondoskodunk a családról, ugye, és hát mindenféle módokon igyekszünk a társadalom, mint ilyen tartós fennmaradását is biztosítani. Tehát itt a nyugati világ az, ahol ezek a dolgok, és azt nem tudom, hogy egy nyugati alkotmánybíróság az ezekhez hogy áll hozzá. Nem vagyok túlságosan optimista etér. Igen, az mindig attól függ, hogy éppen a bírák aránya hogy oszlik meg a két nagy párt között. Tehát és ott például egy 60 éves bácsi nyugodtan elvehet feleségül, egy 12 éves lányt, akkor az imám őket összeadja. Na most ez hát sajnálatos lenne, elég, hogy azt mondom, hogy csak sajnálatos, csak hogy amikor erre fény derül, és netán valaki feljelentést tesz, akkor olyasmit hallottam, hogy a német bíróság az kitért az ítélet elől, hogy ők oda azt nem akarnak beleszólni. Tehát ez tulajdonképpen már a kettős jogrendszer, ez nem tartható fel. Így van, tehát ugye épp ez egyik probléma a migrációval is, hogy valóban létrejönnek ugye párhuzamos társadalmak, ahogy ezt nevezni szokás mostanában, olyan hát enklávék, vagy államok az államba lehet így is mondani akár, ahol már egy teljesen más kultúrának a szokása érvényesülnek. Hát épp ez a probléma, épp ennek ezért helyes, hogyha fékezzük a migrációt, és igyekszünk fenntartani egy ugye hát az előbb említett publikus érveken alapuló és észérveken alapuló és az emberiség, az emberi természetből kiinduló természetjogi normarendszert, amely az ilyeneket kiszűrné. Tehát tulajdonképpen, és ugye eleve, amikor azzal érvelnek nyugaton, hogy ez egy másik kultúra, és ott más elvek uralkodnak, ugye egy relativista alapon, hát pont ez a probléma, hogy a relativizmust kéne meghaladni, és kimutatni, igenis, az emberi természetből adódik jó néhány olyan norma, amely tulajdonképpen logikusan végig gondolva mindenki számára kötelező volna, és az, hogy ez e pillanatban ténylegesen nem így van, ez pedig a Maritain-féle elmélet magyarázza meg, hogy a kultúrák más-más ütemben fejlődnek, ez a kulturális evolúció különböző sebességgel zajlik, és ezért vannak eltérések egyelőre, de a tendencia az egy közös. Így van, egyértelmű, persze. Így van.